Adjon Isten újra mindenkinek. Úgy döntöttem, beugrok még egyszer az erdőbe. Itt van lent a piros ösvény, és háttérben ott lent a lakótelep, és hát itt is vannak árkok, és úgy döntöttem, hogy ha már itt járok, akkor ezt az oldalt is megmutatom, tehát nem a déli irányt, hanem ami északra van, bent az erdőbe, és akkor nézzük, hogy mit látunk. Hát hullámpala, ez teljesen természetes, természetbarát, éppen barátkozik a természettel a pala. Pala, természet, természet, pala, be vagytok mutatva egymásnak, úgyhogy itt a csirkeháló közvetítő. Na nézzük, mi van itten. Van itt egy kiülő, meg tűnő tárgy, fenyő gerendák vannak, fenyőgerendák sarkán meg vannak támasztva, és ez kísértetiesen hasonlít a mellettünk lévő evőst kevélyen lévő katonai bázisnál lévő gyakorló térnek, és ott még horganyzott acél íves trapézlemezt is lehet találni. Tehát ez itt nem tankbeálló, hanem valami hasonló létesítmény. Hát a városiak ide hordták ki a szemetet, és hát merre is induljunk el. Nézzük meg itt ezt a másik dimbes dombos részt, ami hát kiderült, hogy nem folyómeder és nem patakmeder, ahol malmok vannak, mert hát itt ez egy mély rész, az lefolyik ide. Itt lent nincsen meder, tehát itt senki ne is álmodozzon, hogy itt erre folyt volna lefelé a víz. Legfeljebb wifi-n, vagy hát vezeték nélkül ment volna. És akkor itt szépen megyünk fölfelé a patakkal. Aztán, hát van itt egy lépcsős rész. Helyi mészkőből. Valóban lépcső, tehát szárazon vannak kirakva, ha jól számolom, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itt lehet, hogy volt egy 9., de akkor ez itten egy jóval mélyebb rész, és ez most itt körülbelül, hát kicsit szemmagasság alatt van, tehát azt mondom, hogy körülbelül másfél méter magasságban van itt a teteje, és ennek az alja, és hát ez itt fölfelé akkor megy tovább, de hát hogy ez itt patakmeder lett volna, az kizárt dolog, ugyanis fölfelé nem megy a víz, mint ahogy itt látjuk, tehát itt egy védelmi sánc. Nézzük akkor erre, hogyan megy tovább ez a meder. Nyilván a malmoknak a nyomát nem fogjuk megtalálni, sem a víznek, mert hát itt azért sem malom, sem víz nincsen. De akkor nézzük a következő állomást, tehát alig volt ott a lépcső, itt jövünk fölfelé, és beszaladunk ide egy omladékos, hát úgy néz ki, ez egy pince, ami beomlott. Nézzük akkor, mit láttunk bent. Egy pillanat, készítjük a detonátort. Erre a pár másodpercre kell egy kis világítás, és ez a legoptimálisabb, ugyanis bárhol megy az ember, lemerül, fogja és feltölti, és nem kell azon izgulni, hogy a fránya ellen már megint lemerült, hogy az akkumulátort elfelejtette feltölteni. Elnézést a technikai kellemetlenségére, de most már be tudom menni akkor.
felé még van egy kis járat, és abban az irányban is van. Ilyen helyeken a mennyezetet azt nem szabad piszkálni, ugyanis le tud omlani. Hát ez úgy néz ki, hogy nem róka, hanem inkább borz járat. Borzvár. Ott várjon, mert mi most kutatunk. Addig legyen türelmes. És hát itt tudnék, hogy ez itt még megy beljebb is, és megy lejjebb is ez a kis pince. És arra is van járat. Ez azt jelenti, hogy ebben a mészkőben lévő üregeket az állat kihasználja, és ezért tud ilyen jó várat építeni magának. Itt a tetej egy kicsit csúszós. Na, tehát ha az ember gondolkodik egy kicsit logikusan, akkor ott a piros turistaútvonal feljön, megtalálja a lépcsőt, ahol folyik a víz. Aztán ahogy folyik a víz, az senkit nem zavar, hogy ennek a pincének, vagy barlangnak a zajja jóval alacsonyabban van, mint itt az úgynevezett patak meder. Kik laktak itt, a búvárok a barlangba? Hú, na mindegy. Nézzünk még feljebb ezen a jó kis patak mederen. Ja, nem. Most itt eszembe, hogy itt a izé, a finyó, és ott van lent a másik lépcsős rész. Itt nem kell foglalkozni, nincsen patakmeder. Tehát itt wifi-n vagy bluetooth-on megy a víz. Senkit ne zavarjon. És akkor... Ja, ez pont nem, ez csak a másik is pont ugyanígy néz ki. Na mindegy, visszamegyünk az útra, és megnézzük azt a másik részt. De egyébként így délutáni órákban, amikor a nap így alacsonyán jár, akkor kicsit könnyebb tájékozódás. Ködös időben az iránytű az ajánlott, mert a civilizáció az megmutatja, hogy itt már emberek közelében vagyunk. Tehát visszatértünk erre az úgynevezett patak mederre. Ja, itt is vagyunk, amit akartam mutatni, és nem ott lent. Elnézést ezért a perces kitérőért. Tehát itt van az a rész, ami hát Isten tudja, hogy mi volt itt, mi van itt. Hát kábel az van. A köveket szépen átforgatták, cseresznyefa van itt. És akkor a következő lépcsősor, az viszont itt van, tehát ugyanez a mederbe megy bele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lépcső, és hát így megy lefelé, hát elég szépen szétkapták és átrakták, és ugyanis egy jó pár évvel ezelőtt nem így nézett ki, aztán Vitéz László is tiszteletét tette itt. A palacsinta sütőjével. Tehát lényeg az, hogy ez az úgynevezett meder, ami folyómeder,
mellett van egy pince, mellette van egy másik lépcső, jóval lejjebb egyébként, ott már meredekebb lesz a talaj, ott már úgynevezett vízesésnek való is van, de hát ez az a úgynevezett ős Budavára, ami valójában nem is az ősi Budavára, mert összetévesztik az ősi Buda várát, a városát és a palotáját, és mindenki ezt egy helyre szeretné tenni. Elindulunk erre tovább, fölfelé, és itt valahogy így, mintha megszűnne itt fölfelé a meder, és itt elfordul a terepnek az iránya. Igen, ezen a részen tele van építési törmelékkel, kövekkel, téglákkal, tehát előfordulhat, hogy az ember talál olyan szobrot, ami a keleti pályaudvarról származik, olyan kőfaragvány, ami a Budapest bazilikától származik, ugyanis ott volt elég sok szobor, és elég sok faragott vörösmárvány kő. Vagyis nem azt kell gondolni, hogy elsődleges feltárás alapján, mivel ezen a területen találták meg, hogy ez valaha itt is volt beépítve. Valójában csak törmelék mező. Hát, röviden, tömören ez a kirándulás most ennyi. Aki nem hiszi, járjon utána, és ha megtalálta ezt a domborzatot, akkor meglátja, hogy ez bizony nem patakmeder, nem folyt benne olyan víz, ami malmot hajtott volna, ugyanis tóvá föl kellett volna duzzasztani ahhoz, hogy egy malmot lehessen üzemeltetni. A pincébe, vagy a barlangba, ott viszont meg be is ment volna a víz, és el is nyelte volna. Úgyhogy így ebből a szempontból ez az érverés nem állja meg a helyét, hogy itt valaha ős Buda vára lett volna. Na, Isten áldjon benneteket!